Na nézzük, nem volt bűn a bonyhádi tanárdiák kapcsolat. Na miért nem? Nézzük. Pedagógus etikai kódexet sértő kapcsolatot alakított ki egy 13 éves tanítványa. Az ügyészséget törvényben írt kötelességének megfelelően, igen, kiskorú veszélyeztetése miatt rendeltek egy nyomozást. Július 16-án bűncselekmény hiányában megszüntették a nyomozást, mivel mindez a nyomozás felderítési szakaszában történt. Gyanúsítottat nem hallgattak ki, az eljárást megszüntető határozat ellen az arra jogosult panaszt nem jelentett be. A nyomozó hatóság az eljárás megszüntetése során mindenben a tényeknek és a jogszabályoknak megfelelően járt el. Azzal kapcsolatban ügyészségi intézkedésre okot adó körülmény nem vetődött fel. Tehát jól eljártak, kivizsgálták, hogy nem volt bűncselekmény. Kevesebb, mint egy hónap alatt kivizsgálták, 20 nap alatt kivizsgálták azt, hogy ez nem volt bűncselekmény, hogy egy 29 éves tanár egy 13 éves tanítvánnyal alakított ki etikai kódexet sértő kapcsolatot. Hát jó, oké, érdekesek ezek a magyar törvények, hogyha ez nem bűncselekmény, de haladjunk tovább. Ez itt a magyar valóság, így akarják gyereket szülni amúgy Magyarországon, ezt csak így halkan megsugom, hogy ezekbe az iskolába fognak járni a gyerekeitek a jövőben, ezek közé a tanárok közé, és gondolom, hogy taníthat is továbbra, szóval megmutatta a magyar kormány ismét csak, hogy mennyire védik a gyermekeinket. Az eneba.com egy játékokkal foglalkozó piactér, és több mint 20 000 termékkel rendelkeznek, hogy a játékosok igényeit teljesíteni tudják. Az eneba.com a piacon a legjobb ajánlatot hozzá el bármely játék esetében. Úristen! Tökéletes Trust Pilot értékelés! Tehát a játékélményed és a vásárlás is akadálymentes. Ez is megbízhatóak. Hogyha valami nem működik, akkor kapni fogsz egy újat, ebben biztos lehetsz. Hé, nem jó a kulcsom? Már is segítenek! Halló, nem jó a kulcsom? Ó, itt egy új neked! Az eneba.com-on nagyon könnyen tudtok vásárolni, gyorsan és olcsón, szóval ajánlom nektek, a leírásban található linkeken eléritek az oldalt. Ez mi? Úr, Isten! Már ugye kétszemélyes ágy. Kétszemélyes ájhet. Hey, lehet rajta szexelni, kisfiam, lehet rajta szexelni. Nem mondok inkább semmit, hogy mi van ennek az embernek a fejébe, bassz meg, de... Én javaslom Laurának, meg Normannak is, hogy 18 éves korotokba... Ennyit mondok, semmi többet. A saját érdeketekben, és ezt nem utálatból mondom, semmi különös. Hallgassatok rám, most az egyszer szerintem. Ezt látnom kell. Ez az, amire gondolok, ugye? A szúnyogok akár 83%-kal gyakrabban választják a nullás vércsoportú egyéneket, mint... Szerintem idén még egy szúnyog se csipett meg. Idén nyáron egy szúnyog se csipett meg. Beszéltem a szúnyogokkal, nem igaz. Nem, na kérem. Ez a hölgy nagyon ráér, igaz, nagy forgalom nincs az utcába. Különböző zöldségekből és gyümölcsökből egy lófejet készített, szenzációs. Nem zavarja meg semmi, hiszen nagy zaj nincs, villamos, stb. Nem jár arra busz sem. Közelről tekintsük meg. Hogy lehetett megtervezni? Nyilván fejben. Nyilván fejben tervezte meg ez a néni amúgy. Akinek 6 lábúja van. A néni, akinek 6 lábúja van, megtervezte ezt. A borsókat meg mindent odarakott. Mert ugye nem rajzolhatta elő a porban, vagy nem tudom, kicsi az esély. Hányféle zöldség, gyümölcs és milyen csodálatos. Hát, a művész az művész. Köszönöm szépen, hamarosan visszajövök. Hát, nem minek? Azt még ő se tudja szerintem benne. Ja de, pénz! Ez a tag tényleg ennyire fogalmat? Igen, igen srácok. Itt tartunk, hogy az interneten konkrétan olyan képek mennek Facebookon komment szekciókba, hogy ezt a képet az AI generálta, ne higgyennek, ez átverés, stb. Várjátok, most megmutatom azt, hogy én mamám mit osztott meg, akkor menjünk bele ebbe a témába, hogy az öregeket mennyire át lehet b***ni az AI-jal. Rettenetes srácok, rettenetes. Tehát tesó, már megkeresem. Tulálok azoknak, akik megnézik ezt a videót, mert 100 000 forintot adok azoknak, akik követik ezt az oldalt és megosztják ezt a videót, ez valóságos, ha nem hiszed, nézd meg magad. Üdv mindenkinek! Ezt a mamám megosztotta. Tehát ilyen már van. És át lehet verni, nagyon könnyen át lehet verni az öreg embereket. Javaslom mindenkinek, hogy erről beszélgessetek el az öregeitekkel, hogy vannak ilyen AI dolgok, amik, hát ezt nem tudom, hogy fogod elmagyarázni egy idősebb embernek, de próbáld meg, és kapott pénzt a mamám? Hát szerintem nem. Nem beszéltem még vele erről, de szerintem nem. Van egy olyan érzésem, hogy... Nem igazán kapott pénzt ezután. De Jákob Zsoli megígért. És nagyon sok dolog van, ami úgy van megosztva, hogy amúgy nem mondanád meg róla egy AI. Most érted? Lehet, hogy kajak 6 ujja van a néninek, 6 lábúja. Lehet. Lehetséges, érted? De attól függetlenül ez k***ra AI. Tehát ezen látszik. Hát ez igen, és még a Jákob Zsoli hangja is volt, és mégsem igazi. Ez a legdurvább, és ez az, amit el kell magyarázni az öregeknek, hogy lehet, hogy ott van a kép, meg lehet, hogy ott van a hang, meg az is lehet, hogy én hívom fel a mamámat, és az én hangomon valaki az én telefonszámommal elmondja neki, hogy pénzt kér, de az akkor se én vagyok. Sok ilyen van, és egyre több lesz Magyarországon is, meg külföldön már nagyon-nagyon sok van, szóval ezzel vigyázzatok. És a mamám nem is tudom, hogy hogyan tudja, hogy ki az a Jákob Zsoli, ez meg a másik. Gondolom csak a tévében látja, hogy gazdag vagy, nem tudom, vágod, gőzöm sincs. Eddig végig megjátszottad és kitaláltad, köszi Szandi, aranyos vagy. Bazzeg, SSO Flórának leesett. Rájött. Az élet egy hazugság. Na, Zsombi, chill, az jó válasz. Várj már! Nekem is van egy ilyen szemüvegem, de nem találtam meg, szóval csak macskát tudok hozni. Ilyen nagy már. Nagyon dagadt. Nézd meg, ilyen aranyos. Mindjárt meg fog harapni, vagy meg akar ölni, vagy valami, de azon kívül nagyon cuki. Téged szokott dagasztani? Nem, amúgy. Nem annyira. Hasonlít rám. Miért? Az meg kopasz. A nap már lement, kezdődik a móka. Barátokkal összegyűlünk, ez itt a szokás. A zeneszól a ritmus beindul, csillagok fényen ragyog, ez itt a szokás. A lányok mosolyognak, mindenki táncol. Ez egy Chad GPT dalszöveg? Figyelj, amúgy Majka elég csendben van, mióta ez kim van, nem? Nézzük a Majkát. Hát nem látok mostanában semmit. Szolnokival csinált egy zenét a Majka. 2 hete. Na ezt nézzük meg. Hasonlítsuk össze a kettőt. Ez Super Mario? Oda se figyelek, szívek ezek, tudni ötödik el, hogy valamire vihetem. Oda se figyelek, tudod, hogy tippelek, 6 napot dolgozom, a 7-en pihenek. Oda se figyelek. Úgy csattog a vakker, ha megjön a fater, ha meglátsz a screenen, a víz meglever. Ki mond ilyet amúgy, hogy csattog a vakker, ha megjön a fater? Most hú, tessék, húj. Itt a farma, minden füstöl, nem csak a kályha mulat a farm. Mi ez a lárma, mi ez a lárma, mi ez a lárma? Ott volt a fűkaszával az öreg! Minden füstöl, nem csak a kályha mulat a farm. Mi ez a lárma, mi ez a lárma, mi ez a lárma? Midaz? Ajaj! Dobok még egy rózsát, hogy ne felejtsd, és táncolj még nekem, tövisek is szúrják szívem fáradt porát. Dobok még egy pitypangot az égre fel, szél vigye messze innen el. Talán talajtól hátékozolva térdekényszerül, de a végén én leszek, ki végleg tényleg elterül. Ennyire megviselte azt, hogy elvertem a Minecraftba, bazzeg. Azt, ha tudtam volna, nem csinálom. Hogy lehet a Minecraftban szarul lenni? Nem hiszem el. Nem hiszem, Minecraft 4 éves gyerekeknek való játék is, és elvernek benne, nem tudom még se játszom. Jó, oké, értem. Azt hittem már építesz, és oda akartam ugrani, hova fogsz építeni, de... Le, van 2 blokk és leesek a 2 között, nem hiszem el. Hol vagy? Jó. Dobok még egy rózsát, hogy ne feledd, és táncolj még nekem, törisek is szúrják szívem fáradt borát. Szerintem amúgy egy kicsit többet kéne belevinni a hangba. Nem csak ilyen beszédhangon énekelj, és lehet, hogy kéne rá Autotune, vagy Melodyne, meg nem tudom, én ezt a hangot egy kicsit tovább fejleszteném, az a helyzet. Dobok még egy rózsát, hogy ne menjen. Ez a... milyen faszom ez? Elég vigyázok még rád, karomat is szúrják, dobok még egy rózsát. XP, sajnálom, de nem fejlődtél semmit az előző zenéd óta, ez még mindig elég kritikán aluli. Elszem foak mit talált, a tetofedo jaber, megtalálta manint ez papkat a hodzsájen, a biroszak elottargajalnak, úristen, megsejnt Manuel, jaber elkezdte nyalaszan sopni Manuelt. Hegejv him det hoktua hahahaha. Hoktua! Megnyertem a lottót, megnyertem a lottót. Azt éneklem én. Ez ma majdnem 1 millió ember láttam. Úristen, vettem egy lottószerményt, és lassan kezdődik a lottóhúzás. Imádom, zene a füleimnek, srácok. Ez miért létezik? Ez azért létezik, mert úgy voltam vele, mennyit kaptam ezért? Szerintem 20 000 forintot, amúgy nem sokat. Tök vicces volt. Én úgy voltam vele, hogy mondom, kellenek challenge-ek az életembe, hát most érted, miért ne? Miért ne? Végre van sok pénzem, és ennek örülök. Most mindenki szeret, viszlát, lúzer szülők. Megnézem a lottót, kiköldözök a családtól. Ez real. Nekem egyedül cool, iskolában én vagyok a csúcs, minden ő engem akar most. Challenge lehetett vele együtt dolgozni. Nah, tesóm, amúgy minden rosszat el lehet mondani az XP-ről, de amúgy tök korrekten lehetett vele együtt dolgozni, tesóm. Nem volt vele semmi baj. Meg amit leírt dalszöveg, azt átdobta nekem, hogy énekeljem el. Én megmondtam neki, hogy ez szar. Megcsináltam jóra, és rábólintott, mert tudta, hogy értek hozzá. Tehát volt egy szöveg, amit átírtam, érted? Cigi mellett megy a kishez, gyere baby, van cash, nincs stressz, ez a két kis geci megint mit megy. Tényleg úgy adják elő ezeket a nagy cigizéseket, hogy ilyet izélok, így nyomom, úgy nyomom. Nem olyan a cigi, mint amit mondanak. Ez nem olyan, hogy az én nagy beájulások, meg úristen, ilyen nagy dolog a cigizés, és úgy menővé teszik, és így a gyerekek csak ki akarják próbálni, még jobban. Akkor már nem az alkohol lesz a menő, mert hát az meg minden magyar mainstream előadó arról beszél, hogy így nyomják a gandzsát, meg úgy nyomják a gandzsát, azt amúgy illegális, bazd meg. Akkor beszéljünk arra, hogy mi a faszomért illegális, nem? Beszéljünk erről. Nem pedig arról, hogy ez ilyen menő, meg olyan menő, mert kurvára nem menő egy gyereknek, meg főleg nem menő, mert skizofréniát tud okozni, bazd meg. Egy gyereknek az agyába károkat tud okozni az alkohol is, meg minden kábítószer amúgy. Ez ennyi. Még több pénzt fogok keresni. Nézd csak rá, nézd meg, mi lett belőle. Ilyen akarsz lenni? Akkor drogozzál gyerekkorodba, bazd meg. Hát nézd meg, hogy néz ki. Az élő példa benne van a videóban. Can you explain more about the skibidi toilet thing? Yeah, so the skibidi toilet is a basically a biological altered being inside of a toilet with only his head attached to it, and he sings these words, skibbity blah blah blah, yes yes, like he says it over and over again, and he has this beat. Yeah, but why would he do that? It's just the skibbity toilet, dude. It's just the way of life. Oh, that's just how it is. That's how it is, man. I see. I like it. Fi, adom a skibidi lort amúgy. Mindig adom a skibidi lort. But yeah, if you say skibidi two to 5 times in the mirror, it will appear behind you. What the fuck? Actually? Yeah, dog. Happened to me last night, bro. Scared the shit out of me, man. You must be tripping, bro. Pekkel bontó kecmarang. Ez olyan, mintha egy álom lenne. Ez olyan, mintha AI generált lenne. Ez Ázsia, és nem is akármennyire Ázsia, ez Indonézia, tesóm. És itt, konkrétan itt vagyunk. Amúgy, vagy itt valahol. Majdnem, amúgy közel voltam. Szia manin, ha elfogyott a manit, csak szóljál, donételek 100-at, majd amit lesz, majd elszórjál, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.